Balázs! Balázs, ezt most miért kellett? Én úgy gondoltam, vicces volt. Mi az ott a kezedben? Robodino. Ki akarod próbálni? Igen. Ma ezzel fogunk játszani. És emlékszel a múltkor, hogy ő azt mondtad, hogy én választhatok? Igen. Na, gondoltam, hogy ez neked fog tetszeni. Jó. Gyere, próbáljuk. Jól van. Csenge, ez itt az így nevelt dínód, és két játékmódja van. Vadóc, ő meg a békés. És miket tud? Ha benyomjuk, dön a bekapcsolója. Ha ezt megnyomod, akkor ő random bármit megcsinálhat. Valamit csinálni fog, de ezt nem lehet tudni, hogy mit. És ez itt a vadóc mód, amikor ő piros a szeme. És amikor rárakjuk a nyakörvet, akkor lesz békés. És akkor, ha ezt megnyomod, előre megy. Ha ezt, akkor ő jobbra. És ha ezt, akkor balra. De labdázni is? Igen, tud. Balázs, most én is kipróbálhatom? Persze. Balázs, felfedeztem két trükköt, amit még tud csinálni. Na és mi azok? Ha rárakom a kezemet a fejére, akkor cuki hangokat ad ki. Kipróbálod? Igen. Ez olyan, mintha megsimogatnám. Igen. Na és mi a másik trükk? Az, hogy ha rárakom a kezemet a fejére, és megnyomom ezt a gombot, akkor követi a kezem mozgását. De azt a gombot nyomva kell tartani? Igen. Balázs, mi lenne, ha építenénk egy akadálypályát? És a végére tegyük a labdát, hogy ezt meg megtalálja. Kezdjük el! Csenge, ez így eléggé vicces. Csapó kettő. Gyere, Balázs, versenyezzünk. Jól van. Nagyon jól szórakoztam, és te, Balázs? Én is. Mi volt a kedvenced? Amikor végigmentünk az akadálypályán. Nekem is. Most már haza kell mennem Nintendozni. Csettintsünk. Jó.